Ebben a leckében további mintapéldákat nézünk át a trigonometrikus egyenletek megoldására. Az első példában a cosinus négyzet alfa egyenlő 1 plusz 2 ször sinus alfa egyenletet kell megoldani a valós számok halmazán. Mind a cosinus, mind a sinus függvény értelmezett az összes valós szám esetén, ezért az értelmezési tartományra nem kell külön kitérni. Mivel a teljes valós számok halmazán vizsgálódunk, ezért ne felejtsük el, hogy minden megoldást megadjunk, ami a periodikusság alapján szóba jöhet. A vizsgálandó egyenletben szerepel másodfokú tag, de mivel a koszinusz négyzete szerepel, nem a színusz négyzete, ezért nem tudunk másodfokú egyenletként számolni a problémával, pedig az egyszerűbb lenne. Vagy a koszinusz négyzetet vezessük vissza a színuszra, vagy a színuszt vezessük vissza a koszinuszra, hogy csak egyfajta szögfüggvény szerepeljen. Az az egyszerűbb, ha a koszinusz négyzetet vezetjük vissza. A koszinusz négyzet alfa egyenlő 1 egy mínusz színusz négyzet alfával. Minden esetben, amikor a színusz vagy a koszinusz négyzete kerül elő egy kifejezésben, akkor gondolja arra, hogy színusz négyzet alfa plusz koszinusz négyzet alfa egyenlő egyel így könnyen kicserélhető a koszinusz négyzete a színusz négyzetére és fordítva. Így, hogy csak a színuszos kifejezések vannak már, érdemes a másodfokú egyenletre visszavezetni a megoldást. Rendezzünk nullára. Nulla egyenlő színusz négyzet alfa plusz kettő színusz alfával. Az egyen egyszerűsíteni, a színusz négyzetet pedig átvittük a jobb oldalra. A megoldást lehet a másodfokú megoldóképlettel is számolni, de láthatóan a színusz alfa ki is emelhető. 0 egyenlő színusz alfa szor színusz alfa plusz 2-vel. Azt kell megvizsgálni, hogy ez a szorzat mikor lesz nulla. Egy szorzat mindig akkor nulla, ha valamelyik szorzó tényező nulla. Tehát vagy színusz alfa, vagy színusz alfa plusz 2 egyenlő nullával. Nézzük azt az esetet, amikor színusz alfa egyenlő nullával. Ez egy nevezetes szögfüggvényérték. A megoldása alfa egyenlő nulla. Ekkor nulla a színusz alfa. Ugyancsak megoldás az alfa egyenlő pi, azaz 180 fok. A periodikusság miatt pedig a nulla plusz k 2 pi is megoldás, valamint a pi plusz k 2 pi is megoldás. Itt k egész szám, amit fontos jelölni. A két megoldás összevonható. Összességében alfa egyenlő 0 plusz k szor pi-vel, ahol k egész szám. Azért, mert 0, 2 pi, 4 pi, stb. megoldás az első megoldás halmaz miatt, valamint a pi, 3 pi, 5 pi és stb. megoldás a második megoldás halmaz miatt. Mindig alapvetően kettő megoldás van, de most ezek összevonhatóak. Az se baj, ha külön-külön írod fel őket, a lényeg, hogy valahogy szerepeljen minden lehetséges megoldás. Tehát összességében azt is elég leírni, hogy 0 plusz k pi megoldás, de tényleg jó külön-külön felírva is a két megoldás halmaz. Most térjünk vissza az egyenlet megoldására megnéztük a színusz alfa egyenlő nulla esetet. Viszont az is lehet, hogy színusz alfa plusz 2 egyenlő nullával, hiszen ekkor is nulla lenne a szorzat értéke. A színusz alfa plusz 2 egyenlő nullát átrendezve azt kapjuk, hogy színusz alfa egyenlő mínusz 2-vel. Ezt kellene megoldani. De csak kellene, mert nem tudjuk. A színusz értéke mínusz 1 és 1 között változik. Tehát semmilyen esetben sem lehet egyenlő a mínusz kettővel. A számológép is csak hibaüzenetet kap, ha ezt akarod kiszámoltatni vele. Tehát nincs megoldása ennek az egyenletnek. A megoldások csak az előző esetből jöhettek, azokat pedig már felírtuk. A második példában a tangens alfa plusz 1 egy egyenlő nulla egyenletet kell megoldani. Az előzőtől eltérően most nem a teljes valós számok halmazán kell dolgozni, hanem azt kell megadni, hogy hány fokos tompaszögre teljesül az egyenlet. Ez alapján fel kell írni egy értelmezési tartományt. Tompaszögnek a derékszögnél nagyobb szögeket nevezzük, tehát 90 foknál nagyobb szögekről van szó, de 180 foknál kisebb szögek lehetnek csak, mert egy tompaszög egy háromszög szög kell, hogy legyen ahol a szögek összege 180 fok. Elég azt tudni, hogy a tompaszögek 90 és 180 fok közötti szögek, tehát alfa ezen két érték között lehet valahol. Fontos megjegyezni, hogy a tangens függvény nem értelmezett minden valós szám esetén. A tangens egészen pontosan a 90 fokban nem értelmezett, illetve az ehhez képest egész számszor 180 fokos különbségre lévő szögek esetén, például 270 fokra. Mivel ugyebár pi vagy 180 fok szerint periódikus a tangens. Most a 90 fok már egyébként sincs benne az értelmezési tartományban, ezért nincs plusz feltétel a tangens értelmezhetőségéből, de fontos, hogy külön gondolj a tangens értelmezésére is. Nézzük az egyenlet megoldást. Rendezzünk úgy, hogy az egyik oldalt legyen a szögfüggvény, azaz most a tangens, a másik oldalt pedig egy konkrét szám. Tangens alfa egyenlő mínusz egyjel. Ez az egyenlet megoldható, ha máshogy nem, akkor a számológéped ad eredményt neked. Alfa egyenlő mínusz pi per négyet ad a számológéped. Ez mínusz 45 foknak felel meg a tangens függvény pi szerint periodikus, tehát mínusz pi per 4 plusz k szor pi a megoldások, ahol k egész szám. Nézzük meg, hogy melyik megoldás vagy megoldások esnek az értelmezési tartományba. A mínusz pi per 4 mínusz 45 fokot jelent, ami nem felel meg, mert nem tompaszög, nem 90 és 180 fok közötti. A következő megoldás 3 pi per 4 azaz 135 fok, mert az előző megoldáshoz pit vagy 180 fokot kellett adni. Ez a megoldás megfelel. Ez egy tompaszög, mert 90 fok és 180 fok között van. A következő lehetséges megoldás 7 pi per 4 azaz 315 fok. Ez nagyobb, mint 180 fok, tehát nincs benne az értelmezési tartományban, így nem felel meg, mert nem tompaszög. Az ennél nagyobb megoldások biztosan nem felelnek meg, és mínusz Piper négynél kisebb megoldások sem felelnek meg. Tehát megtaláltuk az egyetlen jó megoldást, a 135 fokot. Összefoglalva a leckét: a trigonometrikus feladatoknál figyelj oda arra, hogy több megoldás is lehetséges, és ezek periódikusak is. Az azonosságokat vagy jegyezd meg, vagy nézd ki szükség esetén. Figyelj arra, hogy a teljes valós számok halmazán, vagy esetleg egy részhalmazon kell -e dolgozni. Ha nem mondanak mást, akkor a megoldást radiánban kell megadni. Ha kérik, hogy fogban dolgozz, akkor pedig fogban kell megadni a megoldást. Ha ezeket a szempontokat figyelembe veszed, akkor nagy hibát már nem követhetsz el. Köszönöm a figyelmedet! Remélem hasznos volt neked ez a videó. Hasonló videókért nézd még körül a csatornámon, és iratkozz fel, hogy ne maradj le az újabb videókról sem.